Köszöntöm kedves nézőinket! Önök az Egészség mentén című magazin műsorunkat látják. A nyári hónapokban különösen fontos a fényvédelem. Mai adásunkban erről tudhatnak meg többet. A témával kapcsolatosan vendégem dr. Kúrali Enikő, a Szemelvész Egyetem klinikai főorvosa. Üdvözlöm a műsorban, köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérésünket. Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. Arra kérném, hogy kezdjük beszélgetésünket azzal, hogy miért is fontos lényegében a fényvédelem. Ez egy nagyon komplex kérdés, és nagyon időszerű és népszerű, és remélem, hogy egyre népszerűbb, mert nagyon lényeges az, hogy a bőrünk egészségének fenntartása az alapvető, hogy az UV-sugárzással szemben védjük a bőrünket. Máshogy süt a nap, ez a nap már nem az a nap, ami akár 10 éve, 20 éve, 30 éve sütött. Ugye az UV-sugárzásban a bőrünk egészsége szempontjából kétféle frakciónak van jelentősége, az A-sugaraknak és a B-sugaraknak. Az A-sugarak azok, amelyek a bőr korai öregedésére felelősek, a B-sugarak pedig a leégés kapcsán a bőr rosszindulatú daganatainak előfordulásáért. Ugye az is egy külön téma lehetne, hogy a barnaság miért divat, a barnaság miért olyan elterjedt, és mennyire kedvelik a barna szint, az, hogy a barna legyen a bőrünk. Ugye ez egy kis érdekesség, az 1920-as évek elején Coco Chanel tulajdonképpen akaratán kívül honosította meg, hogy a barna bőr a luxus, a jólét, az egészség a trend felső fokává vált, mert ugye a francia Rivieren, Saint-Tropez-ban elegáns fürdőhelyeken időzött gazdag és elegáns barátaival, és egy Cannes-i hajóút során az a történet szerint leégett. És ugye a bőre, és de nehéz elképzelni a kor stílus ikonját homárvörös bőrrel, pedig így történt, de ugye nem tért vissza azonnal Párizsba, hanem eltelt egy-két hét, és addigra ez egy kellemesen napbarnitott állapottá változott, és ahogy visszatért ez a barna bőr, azonosították a gazdagsággal, a luxussal. Ugyanakkor az, ami 20-as években sütött a nap, ahogy az előbb már mondtam, nem ugyanaz a nap, mint ami most süt. Ugye elvékonyodott az ózonréteg, és egyre több UV-sugarat eresztett a földünk felszínére is, így a bőrünk felszínére, és sajnos ezeknek a káros hatásait manapság most már érezzük így a bőrgyógyászati rendelőkben is. És hogyan védekezhetünk a napkáros sugarai ellen, hogyan védjük bőrünket? Ugye alapvetően a Magyar Dermatológiai Társulat, ugye a hazai bőrgyógyászokat tömörítő szervezet, május végén elindított egy kampányt, egy érzékenyítő kampányt, amiben a bőr rosszindulatú daganatainak megelőzésére hívta fel a figyelmet. Ezen belül elsősorban a melanómára gondolunk, ami ugye egy rendkívül rosszindulatú bőrdaganat, és az előfordulása sajnos emelkedett az utóbbi évtizedekben. És a lényeg, hogy a megelőzés három alappillére, tulajdonképpen a bőrdaganatok megelőzésének alappillére a megelőzés, a korai felismerés, illetve a hatékony időben elkezdett terápia. Most a megelőzés szempontjából, amit az előbb már érintettünk, az UV-sugárzás elleni védelmet értjük, ami azt jelenti, hogy az esztétikai célból végzett tevékenység, hogy napozunk és kifekszünk a napra, ez már abszolút kerülendő. A napon való tartózkodás és a napozás nem ugyanaz. Ugye nyilván a postás, a közlekedési rendőr nem tudja megtenni, hogy az UV-sugárzás ne érje a bőrét, de ez ellen védekeznie kell. De az, hogy kifekszünk a napra délidőben, hogy szép barnák legyünk, ez kerülendő. Ugyanúgy kerülendő az UV-sugárzás szempontjából rendkívül káros szolárium használat. Ez egyik. A második ugye az, hogy korai felismerés, a bőrünk különböző elváltozásaival legyünk tisztában. Tehát havonta egy 15-20 percet töltsünk azzal, hogy a meglévő anyajegyeinket megvizsgáljuk, nem változott-e. Ugye kétféle módszer van, ami egy kicsit régebbi, ez az ABCD szabály, aszimetria, a B a border, a határ, a C a color, a szín, illetve a D a diameter, az átmérő, hogy ezek bármelyike változik, akkor az figyelemfelhívó. A másik mostanában, és egy kicsit talán könnyebb megérthető, vagy könnyebben átmehet a köztudatban, ez a rút kiskacsa modell, hogy minden anyajegyünk egyforma, és egy valamelyik, na ez eltér a többitől, ez is egy figyelemfelhívó lehet. Tehát ez a korai felismerés, a harmadik pillér pedig az adekvát kezelés, mert kezelhető a melanóma, csak ugye
megelőzni sokkal könnyebb, mint kezelni. A lényeg, hogyha valakiről egy melanoma gyanús elváltozást eltávolítanak, abból mindenképpen szövettani vizsgálat készül, érdeklődjünk a szövettani vizsgálat eredményéről, és hogyha melanoma igazolódik, akkor melanoma centrumot kell felkeresni. Ez a 4 egyetemi város, Budapest, Pécs, Debrecen és Szeged, valamint Szombathely. Ez az 5 városban van melanoma centrum. Egy melanoma ellátás, hogyha egy diagnózis megszületik, utána nem ér véget azzal, hogy a sebész kimetszi, hanem elkészül a szövettani vizsgálat, és utána gondozás, utánkövetés javasolt, hogy esetleges áttétképződésre minél hamarabb fény derüljön, tehát szem előtt kell maradni. Tehát ilyen szempontból mondjuk egy magánrendelés melanoma követésére nem alkalmas. És ugye hát a bőrünket különböző fényvédő termékekkel is védhetjük. Ezek kiválasztásakor mire kell odafigyelni, vagy hogyan válasszuk ki a megfelelőt a bőrtípusunkhoz? A fényvédő készítmények két nagy csoportja, a kémiai fényvédők és a fizikai fényvédők. Én mindig azt szoktam mondani, hogy patikában kapható, jó minőségű, prémium minőségű fényvédőt válaszunk. Az, hogy ez most krém, kenőcs, spré, hab, bár nagyon sokféle textúra létezik, az egyéni igénynek megfelelő. A kémiai fényvédők azt jelenti, hogy a bőrre felvisszük, az beszívódik, és ott fejti ki a hatását. A fizikai fényvédő az egy fehér réteget képez a bőrön, elsősorban gyerekeknél szoktuk javasolni, hogy a fél éves korig nem visszük a babát direkt fényre. Fizikai fényvédő szó szerint fizikai törvénynek megfelelően egy réteget képez, és onnan visszaveri a sugarakat, a napsugarakat. Azzal együtt, hogy a fényvédő készítményeket használunk, ezt kiegészítjük még számos más, nagyon egyszerűen alkalmazható, úgymond eszközzel, tárgyal. Egyszerű, mondjuk, ha még nincs is rajtunk más kalap, napszemüveg, bármi védelem, de ha megyünk egy utcán, és az egyik oldalon árnyék van, a másikon tűz a nap, akkor az árnyékban, tehát egy egyszerűen alkalmazható szabályokat is érdemes ilyenkor gondolni rá, de kiegészítjük ugye a karimával rendelkező kalappal, ugye fülünk kint szokott maradni, hogyha csak mondjuk egy baseball sapka van rajtunk, napszemüveg, minden a ruhát, bőrünket fedő ruházat, az fényvédő közeg. Tehát nyilván nem egy lyukacsos pólóra gondolok, hanem tényleg egy pamut ruházatra, vagy len vászon ruházatra így nyáron. Tehát a fényvédő készítményeket ilyen más ruhadarabokkal, kalappal, napszemüveggel még ki lehet és ki is kell egészíteni. És ugye a fényvédő készítményeken láthatunk egy olyan feliratot, hogy SPF. Mit jelent pontosan ez a felirat, illetve mit jelentenek ezek a faktorszámok lényegében? Ez is egy kicsit tévhit, hogy az 50-es faktorszámú erősebb. Nem erősebb, csak tovább hat. Az SPF az egy rövidítés, a Sun Protection Factor, hogy mennyire képes az adott készítmény a bőrömet megvédeni, elsősorban az UVB sugarakkal szemben. Ezt tapasztalat útján kipróbálták emberkísérleteken, hogy egy bizonyos, megnézték, hogy fényvédelem nélkül az UV-sugárzás hatására hány perc alatt ég le, tehát egy látható pír keletkezik, illetve hány perc után ég le akkor, hogyha bekenjük bizonyos fényvédővel, és azt találták, hogy azt jelenti, hogy ha mondjuk egy 30 faktor számú fényvédőt használunk, hogyha nekem mondjuk, mert ugye nem mindegy, ugye bőrtípustól is függ, nyilván a világos bőrűek sokkal érzékenyebbek a napsugárzás káros hatásaival szemben, mint mondjuk egy sötétebb bőrű egyén. A világos bőrűn mondjuk 10 perc alatt égnék le fényvédelem nélkül, és bekenem magam egy 50 faktorszám vagy 30 faktorszámú, akkor 10-szer 30 vagy 10-szer 50 percig engem az elvileg véd. De ezt nem kell, tehát ezt nem szabad kőbevésve kezelni, úgyhogy reggel bekenem magam 8-kor, és este 6 órakor nem fog engem az már védeni. Egyrészt, hogyha a strandra megyünk, akkor a strandra érkezés előtt fél órával már fel kell vinni a fényvédőt. Ez mindig családi, baráti program legyen, a hátunkat nem érjük el saját kezünkkel. Tehát fontos, hogy minden testrész
bekerül, minden testrészre kerüljön fényvédő. Másrészt pedig két óránként, két és fél óránként ezt a fényvédelmet pótolni kell, mert leázik, mert izzadunk, és így tovább. Tehát a fényvédelemről komplex módon kell gondoskodni, és az egész család, a család minden tagja számára. És melyek azok a bőrtípusok, ahol fokozottan érdemes védeni, vagy ügyelni arra, hogy megfelelő legyen a fényvédelem? Ugye, ahogy az előbb ezt már említettük, ezt már érintettük, a világos bőrű egyéneknek sokkal kisebb a melanin tartalom a bőrében, amitől barna valakinek a bőre, mert ez a melanin az, ami az UV-sugarakat elnyeli, akinek világos a bőre, nem tudja ezt a funkciót betölteni. Tehát a világos bőrű egyéneknek nagyon-nagyon oda kell figyelniük. Az onkológiai jelentősége szempontjából, hogy aki a melanomára nagyobb érzékenységgel rendelkezik, az egyrészt a világos bőrű, ugye akinek világos a bőre, általában világos a szeme is, a haja is, akinek nagyon sok anyajegye van, szeplős, de a szeplő is már a védelmi rendszer része, szervezet küldi oda a magasabb melanin tartalmú kis foltokat, hogy a többi bőrt megvédje, illetve a családjában előfordult melanoma. Őnekik nagyon oda kell figyelniük a fényvédelemre mindenképpen, illetve ugye a rendszeres anyajegyvizsgálatra szintén. És még beszélgetésünk vége felé közeledve, még mindenképpen beszéljünk arról, hogy milyen tanácsokat tudna adni azon nézőinknek, akik a bőrük megfelelő védelme mellett napozni szeretnének. Ezt hogyan tegyék, milyen a nap mely szakában érdemes ezt megtenni, illetve mire kell odafigyelni egy-egy napozás alkalmával? Ahogy ezt már mondtam, ez a nap nem ugyanaz a nap. Én nem javaslom az esztétikai célból való napra való kifekvést. Hogyha napozni szeretnénk, vagy barna színt szeretnénk, azt inkább a június, július, tehát amikor a leginkább a nyári hónapokban és forró napokon, ne feltétlenül 11 és 15 óra között próbáljuk ezt a színt megszerezni, illetve a fokozatosság elvét. Nem a nyári napsugárzás, tehát a nyári szünet, elmentünk szabadságra, és az első nap le akarok barnulni, ez nem fog sikerülni káros következmények nélkül. Tehát inkább azt javaslom, hogy fokozatosan márciustól már süt a nap, április, május, és így tovább egy kicsit trenírozzuk a bőrünket, hogy amikor a leginkább szükségünk van rá, akkor már egy kicsi elővédettségünk legyen. Mindenki legyen tisztában a saját bőre tulajdonságaival. Tehát a hófehér bőrű nem fog tudni csoki barnára még a nyár végére sem. Tehát én azt javaslom, hogy inkább egy lépésről lépésre egy érett szint, aztán egy barna szint szerezzünk, de mondom, a barnulás is már egyfajta sejtkárosodást jelent. Okosan használjuk a napot, én azt gondolom. Tervezzük meg a napot. Tehát nyilván, amikor zárt térben dolgozunk egész nap, és mondjuk odaérünk reggel 8-kor, és 16 óra után megyünk haza, akkor, és kisetettük a lábunkat egy épületbe, akkor nyilván nem kell ezt tényleg teljes testünket bekenni, és mert nyilván nem. De mondjuk, ha tudjuk, hogy kimegyünk fél egykor a Margit-szigetre, vagy dolgunk van a városban, és mondjuk az arcunkat, vállunkat, felső végtagunkat fedő ruházattal mindenképpen szerintem, illetve ami még fontos, vagy fontos lehet, hogyha a reggeli nappali arckrémet felkenjük, ezekben már van olyan készítmény, hogy van benne fényvédő. Tehát egy ilyen kombinált készítménnyel már nagyon sokat tudunk tenni a bőrünk egészsége érdekében. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönjük a hasznos információkat. Köszönöm szépen a meghívást. Ez volt már az Egészség mentén. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Tegyenek így a jövő héten is. Viszontlátásra!